5 éves lett az Árbóc Egyesület. Az elnökét, Kurucsai Szabolcsot kérdeztük az Egyesület sikereiről. Idén ünnepli 5. születésnapját a Kisteleki bejegyzésű Árbóc Egyesület, melynek vezetője Kurucsai Szabolcs. Köszöntelek, Szabolcs! Köszöntöm a tévénézőket! Először is, az Árbóc Egyesület milyen célból jött létre, milyen profillal működik? Hát legeslegelőször azért találtam ki, mert hogy sokkal-sokkal könnyebben legyen eljárkálni gyerekekhez esélyőrakot tartani, és ezért találtam ki ezt a barátaimmal és ismerőseimmel, hogy mégis valami keretet adjak az egésznek, nem mint Kurucsai Szabolcs menjek el, hanem mint Árbóc Egyesület keretein belül tudjak elmenni előadásokat tartani, és hát igen, ez már pontosan 5 éve volt. Említetted az előbb a gyerekekhez előadásokat tartani. Hogy is néz ki egy ilyen előadás? Miről szól? Mi az, amiért csinálod? Hát már legalább 7 éve találtam én ezt ki, és 7 éve járok gyerekekhez esélyórákat tartani. Most már az óvoda és az egyetem között bárhová megyek, ahová hívnak. És pontosan, amit kérdeztetek, hogy miért jobb, mert ugye előtte, az Egyesület előtt 2 évig, mint Kurucsai Szabolcs mentem el, és talán egy picit nehezebb volt eljutni, egy picit nehezebb volt. Írtam egy e-mailt, és belírtam a nevemet, és nem tudták, hogy mi van. Sokkal jobb, hogyha valami kerete van, és így, mint Árbóc Egyesület, azért sokkal könnyebb. És büszkék arra, hogy már több mint 60 ezer gyereknél voltam a 7 év folyamán, és úgy néznek ezek az órák, hogy a saját kis környezetükbe beszélgetek a gyerekekkel, mindig viszek el játékokat és különféle eszközöket, és hát egy picit megpróbálom őket motiválni, ha lehet, és megpróbálok más szemmel lássák a világot, hogy vannak közöttünk olyan emberek, akik egy picit nehezebben élnek, egy kicsit másképp élnek, mint ők. Te vagy ugye az Árbóc Egyesület elnöke, kik segítik még a munkádat? Hát mondjuk a legeslegelső, hogy a feleségem, ő sokszor pályázatokat ír, vagy adminisztrál, vagy sokszor így sok jó, nagyon-nagyon jó ötlete van. Akkor van egy kerekesszékes barátom, Farkas Laci, ő sokszor jön velem esélyórákat tartani, és én beszélek a látássérültségről, ő pedig a mozgássérültségről. De én őt is már még az egyesültem előtt ismertem meg egy előadáson, egy koleszba, és azóta rengeteget találkozunk együtt, és rengeteget megyünk esélyórákat tartani. Akkor mindig vannak új emberek, unokatesaim bármire tudnak segítenek, vagy van-e most egy lány, aki mondjuk grafikában nagyon segít, egy másik ismerősöm a webes dizájnért, nagyon sokat köszönhetek neki, de Magyarországon azért nem igaz, hogy nem segítenek, és bármikor találkozok, mindig azok olyan emberrel, aki megkezdődik, miért tud segíteni, és tényleg szívvel segítenek önzetlenül, még ha egy fillért nem is kapnak, mert nem erről szól a történet jelen esetben. Van neked ezen kívül egy négylábú segítőd is, bár ő nem egyesületi tag, de mégis reggeltől estig segít neked. Hát igen, az előző kérdésről kihagytam a kutyámat, elviszt a négylábú segítőt, mindig úgy mondjuk, hogy mint a fedélzeten, mint kis matróz, mert hogy sokszor úgy azonosítjuk az elbeszélőt, mint egy valami hajózási egyesület, és ő a legfiatalabb matrózunk, ha lehet ilyet mondani, 6,5 éves, és tényleg ő is segít, és nem a közlekedésre gondolok, kimondottam, mert amikor elmegyek egy órára, vagy elmegyek egy céghez, vagy egy munkahelyre tréninget tartani, akkor ott van mellettem, és ő is mutatja azt, hogy vele is van egy olyan program, amikor megmutatjuk, hogy hogy közlekedem a kutyával, hogy hoz vissza a pórász, hogy mutatja mondjuk, hogy hol van egy ajtó, és tényleg akkor valamilyen szinten beletesz ő is magát, azon kívül, hogy nekem segít, mint Kurucsai Szabolcs, de mint egyesületi tag is lehet ilyet mondani, csak éppen aláírni nem tud. A beszélgetésünk elején említetted, hogy az egészen kisiskolásoktól a nagyobb iskolásokig szoktatok járni, esélyórákat tartani, de én úgy tudom, hogy felnőttekhez is jártok mostanában. Ha össze kell hasonlítani a legkisebbek és a legidősebbek reakcióját egy bizonyos problémára. Okay. Hát teljesen jól látod, hogy két külön csoport, a gyerekek nagyon elfogadóak, nagyon befogadóak, nyitottak, nem félnek. Kérdezni se félnek, cselekedni se félnek, semmitől se félnek tényleg, és nagyon érdeklődőek, és nyitottak az új felé. Nincs hülye kérdés, mert nincs rossz kérdés. Felnőttek nagyon más világ, hiába kérem azt, hogy most legyél egy picit gyerek, most nyis, most lehet kérdezni, most itt vagyunk, akár a Laciban vagyok, akár egyedül, és nincs rossz kérdés. Felépül már egy fal, mikor a felnővők, mindenkiben van egy gát, mindenki felépít egy falat, és nagyon-nagyon nehéz jelen esetemben én lebontom a falat, vagy megpróbálom lebontani a falat, ami kettőnk között áll, mert mindenkiben kiadok egy sztereotípia is, vagy bevő erre, vagy nem. Hát küzdelem, és mindig arra kérem őket, hogy most másfél óra legyél egy picit gyerek. Legyél egy picit gyerek, és játszunk, és bárki, és kérdezz, és vidd el, hogy amit haza tudsz vinni magaddal, a motiváció, hogy a kis zsákodba adni tudás, annyiba több leszel. Ha az elmúlt 5 évet össze kellene foglalnod,
mi történt eddig az Árbóc Egyesület életében, illetve mit terveztek, sőt, ha már itt tartunk, hogy ünnepeltétek az 5. évet. Hát azért mindig kis lépés, de rögtön egyből, emlékszem rá, egyből nagy energiát dobtam ebbe, és tényleg 60, több mint már most azért inkább 60 ezer gyereknél jártam. Ez egy nagyon-nagyon klassz dolog, de arra is büszke vagyok, hogy többször megrendeztük a Vakközi Kutyák Világnapját, több településen is, erre is nagyon büszke vagyok. Arra is nagyon büszke vagyok, hogy így kialakított meg Trabantot, amit sokszor elvittem iskolába, sokszor elvittem Szegedre is, érzékeny autót varázsoltam belőle. Vagy arra, hogy szakás lettem, és rengeteget főzőskézek együtt gyerekekkel, akár nyári táborok, nyári táborokban, vagy csomót fel tudnék sorolni, akár a kávézós beszélgetést, vagy ilyen mély interjú, vagy épp akár a cégekhez való eljutás, nagyon-nagyon sokféle, mindig nyitott vagyok az újra, és mindig azon gondolkozok, hogy most mit lehetne, most mit találjak ki. És igazából ebben az évben kitaláltam azt, hogy már 5 éves az Árbóc Egyesület, és 12 hónapban minden hónapban legyen valami jó ötlet. Minden hónapban szeretnék egy olyat, ami maradandó, és akár az emberek, vagy akik tagjai ennek az egyesületnek, mert bárki lehet, aki mondjuk feliratkozik a Facebook csoportba, és mindig azt mondom, hogy te is legyen nagykövet, te is legyen az egyesület nagykövete. Mert ez egy nagyon jó cél, szolgálunk ezzel, és minden évben szeretnék. Ugye az első ötlet az, hogy 12 hónap, 12 beszélgetés kávézókban emberekkel, vagy egy csomó ötletem van, és minden hónapban szeretnék valamit megvalósítani ebből. Az elmúlt 5-7 év alatt, ahogy említetted, több tízezer gyermekhez jutottál el, azonban bármennyire sok helyre mentek, mindenkihez nem lehet elérni. Ha most össze kellene foglalni néhány pontban azoknak az embereknek, akiknek nem adatik meg, hogy egy ilyen érzékenyítő tréningen részt vegyenek, hogy mikről szoktál beszélni, mely pontokat érzed legfontosabbnak? Az először is legfontosabb, sose ad fel, minden fejbe dől el, mindig van tovább, nem vagyok más, meg nem, mint előtte, nem vagyok más, milyen ember, mint te, vagy épp az a gyerek, aki velem szemben ül, vagy a felnőtt, aki a cégével ülött, és cégétől küldtek oda, és így tartott neki tréninget, mert nem vagyok más, milyen ember, ugyanolyan ember vagyok, mint a többi. Ha már kérdezted a kutyát, az egy nagyon fontos dolog, és az a kutyával való közlekedésben, hogy soha ne simogassunk vakvezető kutyát, hámban, munka közben, inkább mindig szoktam mondani, inkább engem simogass meg, mint a kutyát, tehát ez egy nagyon fontos dolog. De igyekszem próbálni mindenhova eljutni, és igyekszem megfelelni neki, és hogy még egy fontos dolog az is, hogy merjünk oda menni, kérdezni egy vakembertől, vagy egy kerekesszékestől, bárki, merjünk segíteni bátran, nem kell megijedni. Nem kell megijedni, merjünk kérdezni, merjünk nyitni az emberek fel, és az elfogadás egy fontos dolog. Az Esély Itthon Kis Telekem projekt részleteiről kérdeztük Vas Rozália projektvezetőt. Az Esély Itthon Kis Telek projekt keretein belül több program is megvalósításra került. A projektvezetőjét, Vas Rozáliát kérdezzük a projektnek a részleteiről. Először is köszöntelek. Milyen programok is valósultak meg a 2019-es évben? A 2019-es évben az ifjúsági házban zajlottak folyamatosan programok. Ugye a Kreatív Klub, ami így karácsony előtt még egy kicsit ki is csúcsosodott, hiszen abban az időszakban még több foglalkozást szoktunk tartani. Mindenki szereti meg elkészíteni a karácsonyi dekorációját, esetleg a néhány ajándéktárgyat, illetve tartottunk az ifjúsági házban egy adventi vásárt is, amire meghívtunk kézműveseket is, illetve helyi termékeket forgalmazó szervezeteket, cégeket, és azt próbáltuk egy kicsit ezzel az adventi vásárral átadni. Egyrészt, hogy ha lehetőségünk van, vásároljunk olyan ajándékot, ami helyi, ami kézműves, ami egy kicsit környezettudatosabb, illetve ugye ez az adventi vásáron a forrad bor, a tea és egy-két finomság és egy kis beszélgetések mellett kicsit rá tudtunk hangolódni a karácsonyra, és tényleg azt tapasztaltuk, hogy akik bejöttek, azok eltöltöttek ott egy fél órát, háromnegyed órát, egy kicsit beszélgettek, és mellette ugyanígy volt lehetőség kreatívoskodni, tehát aki még most akart egy-két dolgot elkészíteni a karácsonyra, azt még megtehette. Zajlott a tavalyi évben az olasz főzőklubunk, illetve elindítottuk a főzőiskola Veronikával című főzős programunkat, ami még januártól ismét folytatódik. Ezek a programok zajlanak az ifjúsági házban.
Maga az Esély Otthon projektben van egy ifjúsági lakások építése, ezek megkezdődtek, sőt a munka már előre haladott állapotban van. A lakásokat a fiatalok megpályázták, a testület kiválasztotta azt a 21 bérlőt, akik majd beköltözhetnek, úgy, tehát előreláthatólag márciustól a lakásokba, és ők ugye egy bebútorozott, felszerelt lakásokat kapnak 2 évre, és béleti díjmentesen, tehát a rezsit ők fizetik, de a béleti díjmentességet kapnak 2 évre. Ennek ugye az a célja a projektnek, hogy a helyi fiatalok ne menjenek el, hanem itt megtalálják a számításukat, és hogy legyen, hol elkezdeniük az életüket. Hát túljelentkezés volt természetesen ugye a lakásokra, és ezért nehéz feladata is volt a testületnek, de most már megvannak a beköltözésre váró fiatalok. Illetve ugye a projektnek egy másik része még, ami szintén arra szolgál, hogy a fiatalok az életüket el tudják indítani, ez az ösztönző program, amelyre pénzbeni támogatást lehetett kérni vállalkozás indításához, tanfolyamhoz, illetve munkahely megtartáshoz. A helyi fiatalok nagyobb részt vállalkozásra kértek támogatást, illetve esetleg még a vállalkozáshoz tartozó képzésekre. Ez a keret is már kimerült, ugye 50 millió forint volt erre összességében a projektben, és ez kiosztásra került a fiatalok, tehát akik pályáztak, elbírálták, ugyanúgy a testület elbírálta, hogy kiket tudunk támogatni, mekkora összegben, és ugye ezek az összegek kiutalásra kerültek. Több olyan fiatal van, akiről már tudjuk, hogy már elkezdte a megvalósítás, már működik a vállalkozása, van, aki még a megvalósítás folyamatában van, de tehát ezzel is tudtunk segíteni jó pár helyi fiatalnak. Ugye ez a projektnek ez a 2 alap fontos része még, illetve még a projekthez tartozik ilyen egy életpályatervezés. Ezek folyamatban vannak azok a fiatalok, akik bekapcsolódnak valamilyen módon a projektbe, tehát akár támogatottként, akár ifjúsági házlátogatónként ők részt vehetnek egy ilyen életpályatervezési programban, aminek az a lényege, hogy segítünk abban, hogy neki mi az a terület, ami esetleg érdekes lehet, vagy hogyan tud érvényesülni az életben, hogyan tud egy jó önéletrajzot megírni, vagy bármi, ami így a munka megőrzéshez, a munkahelykereséshez, az élet tervezéséhez hozzájárulhat. Ami még fontos, hogy a fiatalok ugyan ingyen kapják a lakásokat, már béleti díjmentesen, illetve ugye a támogatók ösztönző támogatásokat kiutaltuk, viszont ezekért cserébe a fiataloktól önkéntes munkát vár a program, és ezt az önkéntes munkát is elkezdték a fiatalok, és nagyon jó a tapasztalat, nagyon sokszor azt hallom vissza, hogy milyen jó, hogy van, mert egyébként ő nem menne el ilyen-olyan rendezvényre, és ott mennyi mindenkivel összetalálkozott, elbeszélgettek, és hogy jó volt a hangulata. Egy kicsit hozzátesznek a város életéhez, egy kicsit átérezhetik azt, hogy milyen az, amiért ugyan pénzt nem kapnak, de mégis van egy közös élmény. És ez például ez az Esély Itthon programnak egy nagyon fontos része. Tehát a pályázat kiíróinak ez egy nagyon fontos szempont volt, hogy ezt a fiatalok megtapasztalják. És úgy, én ezt úgy látom, hogy a támogatottak nagyobb része ezt érzi is, és ugyan ezt a visszajelzést is kapom, úgyhogy ennek örülök, hát ha egy kicsit elindul itt a városban egy nagyobb fokú önkéntesség is. Horváth Jánost sportdíjban részesítették itt Kisteleken. Őt kérdeztük karrierje kezdetéről, valamint eredményeiről. Kistelek sportjáért díjban részesült Horváth János, először is őt köszöntöm. Maga ez a karate sport és a sportnak a szeretete hogyan is jött az ön életébe? Hát megmondom nektek őszintén, hogy én 10 éves koromban kezdtem sportolni. Tehát 55-ben valamikor, meg 45-ben születtem, és a sportba úgy kerültem bele, hogy én egy nagyon vékony kis szőke, nagymama kedvence, kis vékony kis visszahúzódó kis fiúcska voltam, és 10 éves koromban, amikor 5-es lettünk, akkor volt egy Fuller Olivier nevű tanárúr, aki engem belevitt a sportba. Először atlétizáltunk, aztán kézilabdáztunk, kosárlabdáztunk, de inkább az atlétikában maradtunk benne. Egészen 23 éves koromig, de közben, hogy elvitte katonának, ott a katonai sportokat műveltem, nagyon jó eredményekkel. Aztán, amikor onnan leszereltem, illetve abba hagytam 23 éves koromban az aktív atlétizálást, akkor
egy darabig úgy csak úgy sportolgattam. És 32 éves koromban éreztem, hogy kell valamit mozdulni, és akkor Katona Kati nevű hölgy, a kultúráznak akkori főmunkatársa volt, az hozta ide ezt a dosénkán karatét, és én úgy döntöttem, hogy 32 éves, 33 éves koromban akkor elkezdik újra sportolni. És 21-nél 25-en voltunk, akik elkezdtük ezt a sportot, és én voltam a legöregebb, lányom még a 6 éves korában a legfiatalabb. Hát ez volt 1982. novemberibe, és azóta működik a klub Kisteleken, és nagyon azt mondom, hogy sikeresen működünk, mert most már vagyunk 6 fekete évesek a csapatban, kisteleki csapatban, és megalapítottuk a kisteleki dankollégiumot, ami az nagyon fontos. És azóta nagyon szép eredmények, rengeteg edzőtáborban is eredményeket, sporteredményben is, és versenyeredmények is voltak. Melyek voltak a legsikeresebb eredményei ebben a sportágban? Hát kérdezve nagyon sok volt. Duna kupán voltam, második, harmadik, akkor különböző kátaversenyeken, első, második, harmadik. Majd később kimegyünk itt a kis szentélyembe, és akkor megmutatom a relikviákat. És én olyan srác voltam, mert talán még most is azt tartom magamnak, hogy ha valamit elkezdek, akkor úgy kell csinálni, hogy ne csak másnak legyen jó, hanem nekem is. És majd kimegyünk a műhelybe, ott van nekem egy szépen berkezett katonai kitüntetéseim. Az mind sport volt, de volt benne más is. És én azóta, mikor már később hazakerültem, leszereltem, hazakerültem, megnősültem, akkor az én már kicsit visszahúzottam a sporttól, és hiányzott. És hiányzott az a csapat szellem, ami most van nálunk a csapatban. És igen, nagyon jó, most már nem is úgy vagyok vele, hogy én most 75. éves vagyok, most nem rajtam van a hangsúly a fejlődésben, hanem a gyerekeimnek, meg az utódoknak. És most azon gondolkoztam, hogy nem akarok én még abba hagyni mindent, de hogy valamikor egyszer úgyis abba kell hagyni, és akkor ki lesz az utód. Hát most egyszer-kétszer már volt utód jelölt, de az kutyához vágta a csapot, és úgy voltam vele, akkor inkább nem bántjuk tovább. És most az a jó az egészben, hogy itt a méltatásban is volt benne szó, hogy a csapatnak az egyik tagja, osztopos tagja a lányom, a Kati, ő is 2 fekete éves mester, és most én még csak 7 dannál tartok, de én még szeretnék egyet elérni. 1983-84-ben voltunk egy fonyódi edzőtáborban, és akkor még nekem a mesterem, Schmidtko Ferenc volt, egy 3 fekete éves mester volt, aki Kisteleken intézte ezt az edzéseket, tartotta az edzéseket, és akkor ott voltunk Kisteleken, voltunk 4 vagy 5, és akkor nagyjából összebeszéltünk, hogy mi van akkor, hogyha valami úgy haladnánk előre, és akkor Kisteleken lenne egy külön csapat, ne a szegediekhez tartozzunk. Majd akkorára már kiderült, hogy Vaskoltvadkertén van külön dojo, mert ugye a csapatnak tehát egy klub, akkor külön nem csak Vadkertén volt, hanem Kiskörösen is volt, meg volt Szegeden, aztán volt másik két helyen, de Kisteleken még nem volt. Na és akkor ez úgy történt a dolog, hogy ugye szépen haladtunk előre a fokozatokban, különböző színű övekkel, és amikor én egydanos lettem Tirolba edzőtáborba, akkor kaptunk egy zászlót a régi hansitól, ugye ő a főnök, és akkor így elismerte, hogy Kisteleken van dojo, tehát van egy klub, önálló klub, és azóta van nekünk klubunk. Na és ugye, hogy a Feri ugye kezdett bennünket kicsit hanyagolni, és akkor én eldöntöttem, hogy ketten eldöntöttük a Nemes Nagy Pista barátommal, hogy a Szegedi Pedagógus Központ indított egy edzői tanfolyamot. Ez 3 hónapig tartott, ebből hetente 3-szor kellett bemenni, és vizsgázni, és tanulni, és tanulni, és tanulni. És én annak örülök neki, hogy országos szinten mind a kettőnek meglett az edzői szakvizsgája, karatéból, és nem akármilyen személyedző, még akármiből, ez karatéból van. És így elismerték nekünk a munkánkat, és én nagyon örülök neki, hogy ez így Kisteleken megmaradt. És utólag mondom, hogy ha 82 óta működünk, volt egy nagyon klassz kiállításunk, 25 éves volt a klubunk, megmutatom a képet róla, volt egy klassz, amikor volt 30 éves a klubunk, és most arra gondolok, hogy ha 40 éves lesz a klub, akkor újra csinálunk a Művelési Központban egy nagy kiállítást, mint valamit szoktuk csinálni.
Ahogy említette, hogy az utódok és a növendékek nevelése úgymond a fő cél, miért is ajánlja ezt a sportot például a mai fiatalok számára, a gyerekeknek? Hát én már évek óta mondtam az iskolában, és még mindig hangsúlyozom, hogy a mai világban sport nélkül nem lehet. Emlékszem, hogy valamikor, amikor gimnazista voltam, akkor volt atléta csapatunk Kisteleken, és MB3-as atléta csapat volt, nem is akármilyen volt. De akkor is volt egy őrült tanárnőnk, dr. Halmágyi Ferencné, Duce néni, meg volt egy mellette egy srác, Víg Pistán barátomnak hívták, aki atlétizált, és az a rövidtávú futó volt. Tehát olyan csapat volt, hogy NBA, és mindenütt arattunk. Ha elmentünk valami gimnazista vagy középiskolás bajnokságra, akkor általában egy-kettő-három-négy első ilyet hoztunk haza. És nekem úgy megmaradt bennem, és ez a sport katonaságnál is rettentő sokat számított, de a magánéletben is. Én most azt mondom, hogy én még mindig fitnek és egészségnek érzem magam. Ez lehet, hogy a nagyszülők génjei, vagy a sport miatt van. Ott azok a csapat és a saját kupájaim. De van itt valahol egy doboz, amiben 52 darab atlétikai érem van, amit általános iskola meg gimnazista koromban szereztem, de aztán vannak egy apró csöprő dolgok, például ilyet azért kaptunk, ez egy nem kis dolog, ami azért kaptuk, mert Kisteleken részt vettünk a Challenge Day versenyeken, és akkor ezt még Zita tanárnőt is kaptuk, aztán, hogyha arrébb megyek, itt visszafordultak, én készítem egy kicsikét, ő a Schmidtko Ferenc, aki Kisteleken csinálta karatét, edzésködött, csak sajnos meghalt. Most még amire nagyon büszke vagyok, ez a 7. Dannak a oklevele.